annak örömére, hogy megjöttünk, apám délután azt mondja, na, gyere, elmegyünk, azt mondja, iszunk valamit. Azt utána azt mondja, na, nem megyünk haza, azt mondja, gyere föl, azt mondja, itt fönt van egy taggyűlés, ezt hallgassuk meg, föl a kastélyba. A kommunista párt tartott ott egy gyűlés, és én is ott hallottam, végig hallgattam, és voltak ilyen egyszerű, jól ismert palotai emberek, akik ott bátran hozzászóltak, megmondták a véleményüket. Na, mit szólsz hozzá, apám azt mondta. Mondtam, szép, jó. Másnap reggel apám jött, itt a tagkönyved. Így lettem pártag, úgyhogy. És megmondom őszintén, hogy először szívvel lélekkel voltam, és egy darabig nem csináltam semmit, de hát ez a kultúros véle ugye valahogy mégis kiugrott. Fiatalok voltunk, hogy hát télen, ha jön a báli szezon, hogy akkor valamit csinálni kell, amit össze kell hozni. Hát kell valami előadást szervezni. Kihirdették, hogy a kultúrvárda szereposztást csinál, meg minden. Hát apám elcsalt. Megint fönt voltam, és ott elkezdték a szerepet osztani. Egy Luciferi nevezetű ember osztotta a szerepet, elővette könyvet. Kell egy Jani bácsi, kivállalja. Kell egy Györgyené, kivállalja. És akkor hátulról ottan, csak úgy oda se figyeltem. Így nem lehet szerepet osztani. Ki az az Örzsenéri? Ki az a bácsi? 20 éves? 60 éves? Hát, nem úgy van. Hát mi amatőrök vagyunk, amatőrök, de azt mondja, hogy ki mire alkalmas. Ugye azt mondja, lehetőleg azt a szerepet kiosztani. Figyeltek engemet, és másnap hívnak fel. Feri bácsi, vállalod el a rendezői feladatot. Szóval elvállaltam akkor. Nem az volt, hogy kultúrcsoportvezető, hanem rendező. És így másfél évet a pártnak csináltam ezeket a dolgokat. Igen, ám annak idején volt egy nagyon harcos pártitkár, egy kicsit disznós volt a maga módján, Radu Zsigmondnak hívták. Volt, amikor leüzent, Feri, gyere föl. Fölmentem. Délután pártaggyűlés lesz, és a pártaggyűlésre kell egy műsor. Csak így. És akkor honnan? Az a te dolgod. És akkor hát annyi helyzeti előnyöm volt, hogy ismertem a barátokat, ismertem az előzőket, tudom, kik szerepeltek jó, tudtam, kik énekelnek jó, ki tud szavalatot, ugye. És akkor ezeket úgy megkerestem egyenként, és akkor tényleg úgy volt, hogy mindig volt műsor. Aztán közben államosították a bányákat, és a bányák államosításával Faller Jenő került Várpalotára bányaigazgatónak. És a Faller Jenő rendkívül népszerű ember volt a bányászok között. A Faller Jenő egy olyan ember volt, aki mindig végigjárta a bányát, és mindenkihez volt egy pár szava, mindenkit név szerint szólított, mindenkinek tudott egy viccet mondani. Ha az illető mondott valamit, arra vissza tudott egy hét múlva, vagy egy hónap múlva is kérdezni, hogy na, hogy is van, rendben jött a mama, meggyógyult. Szóval így rendkívül népszerű. És akkor a bányászok kollektíván, hogy Fallert Kölne bánya igazgatónak, hogy ez ilyen, majdnem ilyen közfelkiáltás volt. A végén elfogadták a felügyeleti szervek, és tényleg Faller Jenő jött Várpalotára bánya igazgatónak. Én akkor már kiléptem, nem voltam már pártnak a rendezője, abba hagytam, fölkértek el, meg is nap is megvan a megbízó levelem, az van ráírva, visszavonásig érvényes. Akkoriban nagy volt a Várpotébány terület, mert ide tartozott Pusztaván, ide tartozott Kisgyón, Bremberg bánya, akkor 8 vagy 9 bánya tartozott Várpalotához, és annak itt volt az igazgatósága. Szóval Faller került oda. És hát én megkaptam ezt a megbízatást, hát el kellene menni, de hát úti költség, meg minden, hát saját zsebbű, hát meg hogy a... Hát innen mindig az autó hol ide szaladt, hol oda szaladt, megy ki, hát föl kellene kérezkedni egy ilyen autóra. Azt amikor a bányára érnek le, hát a Faller túl függ, hát bekérezkedtem a Fallerről. Hát az de régi ismerősök, egy órát azonnal ott töltöttem nála. 2 percben elmondtam, hogy miért jöttem, elég az hozzá,
azonnal intézkedett, és hogyha én mondtam, hogy megyek orra, megyem orra a járat, akkor engem vett a babás szüsztelőnek abba a járatba. Én elmentem hozzá, mert közben Fader általában ilyen kulturális érdeklődésű ember volt, minden érdekelte. Annak örült, ha beszámoltam az egész terület, hol volt, mi volt, hogy zajlott, mint zajlott, mi a véleményed, lesz belőle valami, nem lesz belőle valami. És amikor ennek véget ért, akkor azt mondta, Ferenc, és akkor jött a viccet mesélni, és akkor egy órát ott ültem mindig, önálló. Ő támogatott nagyon, ennek köszönhetek sok mindent, így lettem végeredményben, aztán rendesen kultúros is. Az, hogy a szakszervezethez kerültem, azt meg a Patona Jani bácsinak köszönhetem. Ahhoz, hogy Patona Jani bácsinak külön kellene köszönnem, ha élne, azonnal a szakszervezeti kultúrnevelési felelőse lettem, és azután végig a szakszervezeti vonalon dolgoztam. Úgyhogy az végeredményre elsősorban szakszervezeti ember vagyok. Attól függetlenül, hogy kultúros is voltam egyúttal. Aztán kitaláltuk, hogy külön egy új művelődési, ezt is a Patonai Jani bácsival. És a Patonai Jani bácsi szervezte meg, hogy hát bontjuk le a bikaistállót, amely helyén ott egy bikaistálló volt. Szóval egy hét alatt lehet bontva a bikaistálló, de aztán hosszú ideig nem lett belőle semmi. Én meg úgy lassan alakítottam ki a dolgot. Szóval a lényeg az, hogy Várpalotán egy jó szerencsét kör volt, ami nagyon jól működött, és az akkori bánya vezetés fölismerte, hogyha azok az embereket bevonják, és azoknak adnak lehetőséget, hogy érvényesüljen, akik tudnak az emberekkel beszélni, meg tudják a kapcsolatot tartani, akkor ez egy hasznos dolog, és támogatni kell ezt a dolgot. És merült fel a kérdés, hogy hát igen, de ez is kis pénz is kellene, és akkor a bányavezetés sumeszta így ki a dolgot, hogy hát a bányába kellene lovak. Hát az a ló legyen a jó szerencsétkör tulajdona, legyen a jó szerencsétkör, ugye? És akkor a bányászok pénzeiből, meg amik is bejöttek bálakba, minden kezdtek lovat venni. Igen, ám, de ez a ló bérleti díjba dolgozott akkor a bányának. A bérlet, ez meg befutott a jó szerencsétkörnek. Sőt, ehhez még később hozzájött a vendéglő is, mert a jó szerencsétkör mellett volt egy vendég, sőt, később létesítettek egy mészégető kemencét, és a mészégető kemencének a forgalmai. Ezáltal jelentős pénz jött össze, és ebből a jelentős pénzből minden borbálon akkor a bányászok ünnepén, december 3-án, minden bányász kapott 5 pengőt, van egy külön véleményem is hozzá, minden bányász kapott 1 liter bort és 1 kiló húst. Ez volt a borbálon ünnepség. Várpalotán nem mindenki szeretett táncolni, én is nagyon szerettem állandóan táncolni. És a jó szerencsét körben általában mindig volt tánc, ugye azt tudom, hogy meg 2 éve keresztül be volt sukva, nem volt semmi. Azt mondja nekem a Bruk Gyula bácsi, ő volt a tánczenekarnak a vezetője, és Feri, csináljunk újra táncot. Már tudták, hogy már én csinálom a dolgot. Tehát nincs erre pénz. Feri, ne törődj vele, csináljuk a következőképpen. Amennyi belévétel lesz, annyi lesz, megosszuk vele a zenekaré, másik vele meg a tiédeké. Mindig is jól járunk, mindig is jól jártok. Ha pedig újra megindulnak ezek a rendeztáncok, és lesz úgy, akkor megállapodunk egy fix összegbe a zenekarnak, és akkor... Na hát, meghirdettük az első táncot, még nem ment, a másodiknál már teltház volt, úgyhogy egy hónapon belül fix beállapodtunk meg a zenekarra, táncokkal kezdtük az egészet, úgyhogy. És akkor nem csak szombat, meg vasárnap tartottunk táncot, minden alkalmat megragadtunk rá, hogy ilyen bál, olyan bál, Katalin bál, ahogy jöttek ezek a dolgok, hogy rendeztük. Sőt, aztán akkor jött az, hogy akkor legyen színelvadás is, jött az, hogy hát legyen más is, legyen táncsoport is. A Laci, a lengyel Laci akkor próbálkozott itt Várpalotán, a Madisz keretei között üzentem a Lacinak, jött és a Laci el is vállalta. És a Lacit azonnal művészeti felelősnek állítottam be. Úgyhogy amíg ő dolgozott, amíg ő nem lett az intézménynek vezetője, ő mindig művészeti vezető volt. Hát ez valami komoly dolog is kellene a kulturális munkához, nem csak a tánc, ugye meg a bál. Hát én emlékeztem arra, hogy a Csiki Iván a két világ, a második világháború alatt rendezett egy népszerű hangversenyt.
Ez a Népszerű Hangverseny, ez egy nagyon színvonalas rendezvény volt, a rádióban szokott lenni, és onnan vette, de ő is az ötletet, ahol a opera énekestől kezdve a helyekig minden benne volt. Elmentem a Csikihoz mondani, hogy hát mi az elképzelése. Ó, Feri bácsi, hogy gondolsz ilyen? Én azonnal, hogy mondjam, a pártnak olyan ellensége leszek, hogy engemet nem fognak hagyni, még a nevemet se kiejteni. Eszembe jutott a Faller. Mentem a Fallerhoz, hogy mi az elkészben. Feri, Tamir, találat, a lehető legjobb. Én magam is, majd én behívom az Ivánt, majd én beszélek vele, de várj. Így dolgozik a felesége, majd először a feleségével beszélek, a Máriával. Ezt tényleg beszélt a Máriával, utána beszélt az Ivánnal, és akkor mentem másnap újra vissza az Ivánhoz. Tekergett a nyakát, kiszúrtatok velem, ennek rossz vége lesz, meg ez, téged is el fognak ítélni, meg ez. Aztán na, végül csak addig, mégis kötélnek át. És akkor elkezdtük ezeket a hangversenyeket tartani. 8 hangversenyt rendeztünk ilyet. Hát akkoriban az volt a legkiemelkedő. A kultúra és a fényképezés mellett a család is igen fontos szerepet tölt be Feri bácsi életébe. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 50 éveje boldog házasságba feleségével. Mesélne egy kicsit a családról? Hát a családról csak jót tudok mondani. A feleségemmel a végeredményben munkahelyén ismerkedtem meg. Én egyszer kiszemeltem, hát minden férfi, ugye, hát mindig étkezésre jártam a gyémánt étterembe, ott ebédeltem mindig, és egy alkalommal láttam ott őt. Hát számomra piszok sinos volt, jó, de jó lenne, mégis meg. Éppen elváltó voltam, mert az első házasságom nem sikerült sajnos, abból is van egy gyerek, egy fia, aki még most is megvan. Jól áll a sorsa is, sőt, unokáink vannak, és ez két unoka meg kint van Bécsben, úgyhogy ők is jól vannak. Sőt, a lányunokám művészdiplomát kapott, a másik meg hát fiú volt, tehát ő nem, ő is elkezdte az iskolákat, de valahogy mindig abba hagyta. Ő azt hiszi önmagáról, hogy hát ő egy kiváló tehetség, neki nincs rá szüksége tanulni. A Palotai zeneiskolában voltam egyszer egy zene bent, és az igazgatóval beszéltem, és ő is azt mondta, de a Ferinek, a külnökádnak az a baj, hogy azt hiszi, hogy ő egy kiforrott művész, és ő neki nincs szüksége tanulása, pedig egy piszok tehetség van benne. De hát ez van, ugye? De most már ő is egyenesben van, dolgozik, állásban van. Hol a Bécsi Rendőr zenekarban muzsikál, hol egy másik zenekarban. De van egy állandó foglalkozása is, és most jelen pillanatban, minek mondják, nem teremőrnek, nem. Ilyen biztonsági őr. Ilyen biztonsági őrként dolgozik, jó pénzért. Hát például, amikor az orosz elnök Putyin itt volt Magyarországon, az őrségnek a tagjaként ő is itt volt. Csak utána tudtuk meg, amikor már vége volt az egésznek, amikor jött vissza. 8 voltak őrök, és ő volt az egyik, ugye. Hát olyant kerestek, aki tud magyarul is, ugye, hát lehetőleg magyar. Hát ő tud magyarul is, ugye. De most kifogástalan ír, olvas németül is, sőt az irokában diplomamunkáját is már németül írta meg. Szóval egyenesben van a családunk. A feleségemet úgy ismertem meg, hogy egyszerű asszony volt. Nem azt néztem, hogy mi a végzettsége, hanem amikor személy szerint találkoztam vele, beszélgettem. A lelkiek alapja, ahogy nyilatkozott, ahogy beszélgettünk a véleményekről. Sok ember van úgy, hogy hát elvégez egy diplomát, két diplomát, aztán nem tud többet, mint egy egyszerű ember, őszintén. Én ezekkel szokjuk mondani, hogy hülyére tanulja magát, és hiába diplomás ember. Aki meg nem végezte el a diplomát, az meg esetleg sokkal többet tud. Hát a feleségemmel is így vagyok. Még feleségem meg most is, ő politizál, mondja a véleményét, mindent élénken figyel. Ő is állandóan olvassa rendszeresen a sajtót, én meg is most is.
Mert a hosszú életnek a titka az, hogy az ember mindig legyen elfoglalva fizikailag is, meg szellemileg is. Szóval így ismertem meg a feleségemet, közben a feleségem beiratkozott az énekkarba. Egyszer megyek énekkari próbára, hát ott látom, ugye? Meglepődtem. Szerveztünk az énekkarnak egy soproni háromnapos utat, ugye? Na hát akkor én is elkísértem az énekkart. Máskülönben nem szoktam több napos utakra elmenni, csak egy naposakra. És ott a három nap alatt megismertük egymást, összemelegettünk. Utána hazajöttünk, és rövid utva hamarosan össze is kerültünk. Ez év október 14-én lesz 50 éve, hogy kiváltottuk az együttélési papírt. Hát akkor már nem így fogtuk fel a dolgot, nem akartunk esküvőt vagy egyebet, hanem együttélés. Abban a szempontból is érdekes volt, mert akkor másképp járt a széljárandóság is, tehát minden szempontból előnyös volt. Erről meg is van a hivatalos akkori papírom most is. Aztán egy fél évvel később, tehát jövő év tavaszán lesz 50 év annak, hogy hivatalosan is megesküdtünk, mégpedig a következőképpen. Ott voltam a művelődési házban, a feleségem kint dolgozott Bántán, megkérdeztem a kollégákat rá, és mit csinálsz? Ráérek, hát tudsz velem jönni egy 10 perc el. Miért? Hová megyünk? Tanom leszel. Mi? Ezt elmentünk a községházára, persze a községházán elő volt készítve már, ott, és a községházán rövid utam megesküdtünk, hazamentünk, feleségem szendvicseket csinált, sört bontottunk, kész, ezzel megvolt az egész minden. És azóta is nagyon szépen élünk. Hangos szó még nem volt közöttünk. Hát ilyen apró, hogy mondjam, sértődés vagy értés is az időnként előfordul. De egyet titka az ilyen házasságnak, hogy mindig tudni kell az illetőleg, aki a hibás ebbe, hogy tudja mondani a másiknak, nem haragszom, nem haragudj érte, vagy... Szóval a lehető legjobbat tudok mondani az asszonykámra. Az, hogy így tudok fotózni, és hogy így tudom csinálni dolgokat, ehhez kellett egy olyan asszony, aki ezt elnézi. Fényképezés mellett Feri bácsinak van más hobbija is, amivel szívesen tölti a szabad idejét? Hát nekem az volt, hogy sok hobbim volt évig eredményben. Egyszer az előadásoknak a rendezése, a tartása, sok hobbi, nagy hobbim volt a repülőmodellezés abban az időben. Nagy hobbim, legnagyobb hobbim a fényképezés, mert az már koragyermekkora óta. És aztán még akadt így egy pár. Múlt hónap végén ünnepelte 90. születésnapját. Hogyan ünnepelt a család? Hát a család még jobban ünnepelte talán, mint én nekem inkább az volt a bajom, hogy izgultam. Hát ennek volt egy olyan lélektani oldala, úgyhogy megérem, nem érem az utolsó lapok, meg az izgalmas, hogy lesz, mint lesz. Egyáltalán meg tudok felállni a elvárásoknak, egyáltalán meg tudok majd bukkanni, amikor hát valamit mondanak ott. És aztán szépen lementek ezek a dolgok, úgyhogy... Vannak-e tervek a közeljövőre? Van. Ugye most legutóbb itt volt maga a polgármester asszony, ugye, a Márta. És hát őneki kezdtem elmondani, de csak az elejét mondtam el, hogy azért van mit tenni való, vannak dolgok, amiket hát, hogy mondjam, változtatni kellene. Szóval próbáltam mankót adni, vagy súgni, vagy segíteni, hogy ötletet adni, mert azok az emberek, akik, hogy mondjam, a napi tevékenységgel el vannak foglalva, a napi tevékenység általában feletteti a nagy dolgokat, vagy a távlati dolgokat. Még ráérünk majd, ugye, és ezkor ezek maradnak mindig, halmozódnak. Egyik egy ilyen ötletem volt, amit itt a Mártának mondtam, és ő mag is lepődött, Feri bácsi, pont te mondod? Kultúrosként? Mondom, igen, át kell szervezni a várpalotán ezt a kulturális dolgokat, ez így nem jó. A városunk nem akkora, nem bír el ennyi intézményt, ahogy van. Ugyanezt a munkát, amit ezek az intézmények elvégeznek, kevesebben is el lehet végezni, ugyanilyen hatással is, sőt, még esetleg jobb hatással is. Akkor nem lesz az, hogy itt is kevesen ülnek, meg ott is kevesen ülnek, hanem mindenütt megfelel a megjelenés. Hát úgy volt az én jubiláló kiállításom is most, amit életműnek lett hirdetve. Teli volt a terem szépen,
nagyon jó közhangulat volt, mindenki jól érezte maga, mindenki mosolygott. Én magam is meglepődtem rajta, hogy az emberek nem csak nézik a dolgokat, hanem mosolyognak, derűsnek, beszélgetnek, rengeteg emléket emléltetnek. Mert a kép olyan, hogy ránéz az ember, egy eszébe jut sok minden. És ezért a fotót én nagyon fontosnak tartom. Különösen a múlttal kapcsolatban, a kiállításommal kapcsolatban az irányít, hadd mondjak, hogy én nem erre készültem, egy nagy kiállításra készültem. Én ezt meg is mondtam annak itt akkor is, ott nyilvánosság előtt is, hogy egy sokkal nagyobbra készültem. Én a múltat is akartam egyúttal mutatni, az lett volna a párpolzaiak részére elsősorban az érdekes. Mert akkor a régi dolgok azok, mert akkor ez a Szélsi utca volt, ez így volt, ez úgy. Ja, én itt laktam valamikor. Szóval rengeteg emlék jön ilyenkor erő. Csak azért nem valósult meg, mert nem kaptam meg hozzá azt a tervet, ami előtte van. Ugye. Azt mondták, hogy nem lehet, meg ez meg a... Vagy attól féltek, hogy én akarok túl nagyot markolni, és nem fogom tudni biztos. Ma is megvan ugyanaz a kiállítási anyagom, amit oda szántam még ennek. Az igazság az, hogy ahányszor én kiállítást rendezek, mindig meghagytam az anyagot. Azon volt változatlanul meg. Most az első kivétel és eset, hogy a kiállítás teljes anyagát úgy, ahogy volt, meg azt az anyagot, amit vittem, hogy a kiállításhoz ott válogassunk össze, azt egy az egybe odaadtam a városnak, és annak az őrzője most a Krúdi Könyvtár. Krúdi Könyvtárban nagyon jó helye van ennek, jó kezek között van, biztos abban, hogy ott egybe is maradt. Azért volt az a kérésem is, aki az anyaggal kapja, hogy lehetőleg arra gondoskodjanak, hogy egyben maradjanak. Egy utolsó kiállításra készülök, ez művészfotó kiállítás lesz, hogy még mikor lesz, nem tudom. Mostan anyagom is valannyi, hogy meg tudnám bármikor tartani. Nem fogom nagy helységbe tartani. Én a könyvtárt tartom egyelőre a legjobbnak, de nagyon hívnak, hogy nagy a galériában.